Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közel 120 főnek biztosítanak állást, megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató üzemmel gazdagodott Bonyhád. Élelmiszerárstopp. Február elejétől csökkennek az alapélelmiszerárak. Mészöly ünnep. 100 éve született a szekszárdi íróköltő. 10 év, 10 óra. Az etióp expedíció alatt meghalt túrázókra emlékeztek Bonyhádon. Közel 120 megváltozott munkaképességű embernek adnak munkát Bonyhádon, egy most átadott üzemben. Az állami tulajdonban lévő cégcsoport országos szinten közel 10 000 főnek biztosít állást. Bonyhádon a 207. központjukat hozták létre. Ünnepélyes szalagátvágással adják át Bonyhádon azt az üzemet, ahol megváltozott munkaképességű embereknek biztosítanak állandó foglalkoztatást. Az állami tulajdonban lévő cégcsoportnak már országosan közel 10 000 foglalkoztatottja van, akiknek a 83%-a megváltozott munkaképességű. Az ünnepélyes átadón jelen volt Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki elmondta, hogy mára Magyarországon minden második megváltozott munkaképességű embernek tudnak biztosítani állást. Erre nagyon nagy szükség van, egyrészt azért is, mert nyilván az embereknek, a családoknak szüksége van a bérre, a fizetésre, másrészt pedig ezek az emberek újra közösségbe kerülnek, újra hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, és hát nem mindegy számunkra az, hogy a Bonyhád környéki embereket foglalkoztatja itt, megváltozott képességű, munkaképességű embereket foglalkoztatja itt a cégcsoport. Jelenleg az üzemben 80 főt foglalkoztatnak, de szeretnék, ha legalább 100 főnek tudnának állást biztosítani a jövőben. Filóné Ferenc Ibolya polgármester elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy Bonyhádon lehetőséget biztosítanak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának, hiszen a városban is és a vonzáskörzetben is nagyon sok embernek volt igénye arra, hogy dolgozni járhasson. Azok az emberek, akik valamilyen egészségkárosodással élnek köztünk, nem tudnak olyan teljes értékű munkát vállalni egyéb munkahelyeken, de itt pontosan tudják, hogy miért kellnek föl reggel, el kell menni dolgozni, és ugyanúgy a saját készségeiknek, képességeiknek megfelelően el tudják látni azt a feladatot, amit itt rájuk bíznak, és nem utolsó sorban nem segélyt kapnak, hanem munkabért, amiért megdolgoztak, és szerintem az önbecsülés miatt is ez nagyon fontos. Magyarországon ez a 207. ilyen jellegű üzem, ahol megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. 6851 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.355.084 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.601 főre emelkedett. 2689 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 217-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.321.000-en kaptak. Tolna megyében 28.395 fertőzöttet regisztráltak a járvány kezdete óta. A szennyvíz koronavírus örökítő anyagának koncentrációja országos átlagot tekintve ismét enyhe emelkedést mutat. A vizsgált városok közül emelkedő tendencia Debrecen, Nyíregyháza, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya és Zalaegerszeg esetében látható, míg Szekszárdon és Szombathelyen enyhe csökkenés tapasztalható. A vírus örökítő anyag koncentráció 13 mintavételi helyen a mérsékelt, míg 9 településen az emelkedett kategóriába sorolható. Február 1-ével életbe lép az élelmiszerárstopp, a kormány legújabb családvédelmi intézkedése. Eszerint 6 alapélelmiszer árát, a sertéscombét, a csirkemellét és farhátét, a kristálycukorét, az étolajét, a búzalisztét és a 2,8%-os tartós tejét csökkenti és rögzíti a kormány a tavaly október 15-i szinten. Az árak befagyasztása május 2-ig tart majd.
Az üzemanyagárak befagyasztása után most az alapvető élelmiszerárak emelkedésének megállításáról döntött Magyarország kormánya január 12-i ülésükön. Orbán Viktor akkor azt mondta, az intézkedés célja a családok védelme. Ma úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó étolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát visszaviszik arra a szintre, ahol tavaly október 15-én állt, és azt be is fagyasztják egészen május 2-áig. Megkérdeztük a járókelőket, mit gondolnak a kormány legújabb intézkedéséről, megoszlottak a vélemények. Aki átlag fizetésből vagy jövedelemből él, nem a csirke mellett és a combot vásárolja, annak még a csirke szállítás drága. Ez a nő azt mondja, jó dolognak tartja, bár ő többnyire eddig is az akciókat figyelte. Mindig úgy vásároltam, hogy tudatosan csak azt vettem meg, amire szükségem van, és megnéztem, hogy hol az olcsóbb, úgyhogy ezután is így fogok vásárolni. Az már más kérdés, hogy a boltokra, illetve a termelőkre milyen hatással lesz az árstopp. Többek szerint az is előfordulhat, hogy ezekből a termékekből kevesebbet rendelnek majd a boltok. Huzlinger Csaba, ennek a Kis ABC-nek a tulajdonosa azt mondja, számtalan kérdésre nem kaptak még választ a kereskedők az élelmiszer árstoppal kapcsolatban. A vevő biztos, hogy jól fog járni, csak hogy a felhalmozott készlet, az árukészlet, vagy a nagyker is visszaszorítja az árat, vagy ezt a hiányt, ezt honnan pótoljuk. Tehát ezek a kérdések azért megválaszolásra adnak okot. Az biztos, hogy ez az intézkedés bár csak ideiglenesen, de több ezer forint megtakarítást jelenthet a magyar embereknek havonta. A kormány támogatja a negyedik oltás felvételét, amennyiben a harmadik vakcina után eltelt már legalább 4 hónap. Erről a miniszterelnök beszélt. Orbán Viktor azt mondta, mindenképpen szükség van a házi orvossal való konzultációra. Ha nincs is vége még a járványnak, és ez az új variáns, amit omikronnak neveznek, minden orvos szakértő szerint gyengébb, mint az előző delta variáns, sőt a rosszabb delta variánst, ez az omikron a szakemberek szerint ki is szorítja, de nem jelenti azt, hogy nem kellene védekeznünk. És az eszköz, ami a kezünkben van, ez esetben is működik, ez az oltás. Vers és prózamondó versennyel vette kezdetét az idei évi Mészőnapok ünnepség sorozat. A szekszárdi születésű író-költő 100. születésnapjának emlékével zárul a kétnapos program, melynek keretében többek között fotókiállításra, szoboravatásra, mészőidíj és emlékplakett átadására kerül majd sor. A részvét elölteti majd a virágot, s a nektár biztosítva lesz. Az özvegy csipketerítőt befonja a pók. Mészöly Miklós a Névtelen című versével lett az idei versmondó verseny győztese, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója, Szaka Veronika. Felkészítő pedagógusának véleménye szerint nyitottságra és gyakorlatra van szükség ahhoz, hogy valaki megfelelő színvonalon tudjon előadni egy mészöly verset. Egy különleges alkat kell, egyfajta komolyság, hiszen a mészői versekben van egy olyan intellektuális és egzisztenciális problémakör, szinte minden esetben, amit, hogyha nem ért a gyermek, az azonnal látszik. Elsősorban mészői meséivel készültek a résztvevők. Csötönyi László, a zsűri elnöke azt mondja, annak ellenére, hogy mészői verseinél a prózái sokkal ismertebbek, ezek olyan mélységi írások, melyekhez a fiatal korosztály nem biztos, hogy megfelelően ért. És ez számtalan versenyen ki is ütközik. Ennek ellenére, mondja Csötönyi László, fontos, hogy minőségi irodalmat kapjanak a kezükbe a gyerekek. Tucatnyi lelkes gyerkőc, akik eljöttek, választottak verset és prózát, és a mai alkalommal is megmutatják, hogy azért a mai világban is még érdemes kortárs, vagy akár ma, vagy nemrég élt, vagy élő költők, illetve prózaírok műveihez nyúlni. Az emléknap kapcsán a versmondó verseny mellett fotókiállítás nyílt a Mészöly család életéből, valamint a születésnapon, január 19-én Adorjáni Endre szobrászművész Mészöly Miklós szobrának avatására kerül sor, valamint a hagyományoknak megfelelően átadják az íróról elnevezett díjat és emlékplakettet is.
Újabb ösztöndíjra pályázhatnak a szakképzésben tanulók. A technikumokban és szakképzőiskolában már 2 évfolyam kap általános ösztöndíjat, a most futó tanév második felétől nagyobb összegű juttatásban is részesülhet, mint egy 2000 diák. A havi 16-34 ezer forintos apácai ösztöndíjakra a hátrányos helyzetű és jó tanulmányi eredményű 9-esek és 10-esek pályázhatnak. A program az anyagi ösztönzés mellett mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára 3 milliárd forint forrásból. Szombaton 10 órától tartják a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkező diákok számára. Szombaton 553 helyszínen, csaknem 73 ezeren felvételiznek. A 9. évfolyamra felvételizők írásbeliére több mint 58 ezeren jelentkeztek, a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin csaknem 9 ezeren, a 8 évfolyamoson több mint 5600-an vesznek részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáznak. Új, nagy teljesítményű aprítógép került a Telena Kft.-hez Tolnán. A cég egy pályázatnak köszönhetően tudta beszerezni az eszközt, mellyel naponta megközelítőleg 8 köbméter gallyat tudnak ledarálni. Az ügyvezető elmondása szerint a telepen nagyjából 400 köbméter felhalmozott faág található, ennek eddig a felét dolgozták fel. Az aprítékot a városi sportcsarnok fűtésére és komposztálásra használnák, illetve a későbbiekben mulcs formájában a helyi parkok ágyasaiba is elszórná a vállalkozás. Ez egy nagy teljesítményű aprítógép, 30 kW-os dízel motorral üzemel. Naponta 8 órában körülbelül 6-7 köbméter darálékot képes előállítani. Ennek köszönhetően a felgyülemlett, évek alatt felgyülemlett gallyak, a aprított, kivágott fák a nagy részét úgy néz ki, hogy a idei tavaszra, tehát 80%-ba el tudjuk tüntetni és darálni. 10 év, 10 óra címmel tartottak Bonyhádon megemlékezést arról a két magyar túrázóról, akik még 2012-ben egy etióp merénylet áldozatai lettek tanulmányi útjuk során. Azt, hogy Gruber László, a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium tanára már nem volt ott azon az éjszakán, csak a véletlennek köszönheti. A jubileumi megemlékezésen 3 földrész, 6 helyszínére kalauzolta el az érdeklődőket a túlélő tanár. A 2012-ben etiópiai tanulmányútjuk során meggyilkolt két magyar áldozatra emlékeztek meg Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Ház színház termében. Bár mindkét áldozat szegedi volt, Fábián Tamás több szállal is kötődött a völgységi településhez. Gruber László mellett ő volt a többnyire helyi gimnazistáknak szervezett utak másik ötletgazdája és vezetője. A túravezetők közös álma volt, hogy egyszer eljutnak Etiópiába, az Ártale vulkánhoz, de akkor még nem gondolták, hogy ez lesz az utolsó közös kalandjuk. Ugye ez 2011-12 fordulóján volt, a karácsonyt is szinte ott töltöttük, és egy csodálatos 3 hetet töltöttünk együtt, aztán sajnos a 3. hét végén, miután különváltunk, őket az Ártale vulkánnál egy támadás érte, éjjel 1 óra körül, és hát 2 magyar áldozata volt ennek a támadásnak a 3 külföldin kívül. A másik áldozat dr. Szabad Gábor, a 38 éves, 2 gyermekes bőrgyógyász kutatóorvos volt. Gábor Tamással külön is utazott néhány helyre, és valójában ők voltak, illetve Gábor volt az egyik, aki a későbbiek során csatlakozott a csapatunkhoz, ugyanis 4-en indultunk Etiópiába, és 3 hét után csatlakoztak még 3-an hozzánk, és hát végeredményben így indultak el ők erre a külön útra az Ártaléhoz. Nekünk pedig Szilasi Péter barátommal az volt a szerencsénk valahol, hogy se időnk, se pénzünk nem volt erre. De leginkább az időszűke miatt indultak akkor haza, tette hozzá a tanár. Hát aztán az a hazaút, igen, az meg olyan volt, amilyen közben szivárogtak a hírek, senki nem tudott semmit, és hát elég szomorú volt, mikor hazaértünk és meghallottuk, hogy mi történt. Azt is elárulta, hogy ez a jubileumi megemlékezés nem egy gyászesemény volt. Bár a művelődési ház előcsarnokában lehetett gyertyát gyújtani, az esemény célja Fábián Tamás emlékének, munkásságának, az általa gyűjtött értékeknek a megőrzése és bemutatása volt.
regionális híreink következnek. Bunkóknak és primitíveknek nevezte beosztottjait, tiltakoztak a tükebusz dolgozói. Az aszályos időszakban somogyi gazdák hasznát vennék a többletvíznek, a Balatonból öntöznék a szántóföldeket. Tiltakoznak a lakók a pécsi jegyzőnél, elköltöztetnék a közeli kutyafuttatót messzebbre. Bunkónak és primitívnek nevezte dolgozóit egy interjúban a pécsi tükebusz vezérigazgatója. Ezért hétfő délre demonstrációt szerveztek a sofőrök a helyi közösségi közlekedést bonyolító cégnél. Dudálással fejezték ki nem tetszésüket. A szervező szakszervezet vezetője azt mondja, nem elég, hogy megalázóan alacsony a fizetésük, még meg is alázza őket a sajtóban a foglalkoztatójuk. Hosszas dudálással tiltakoztak a pécsi helyi járatú buszok vezetői hétfő délben a főpályaudvaron. Több okuk is van a demonstrálásra, mondja az önkormányzati cégnél működő szakszervezet vezetője, akik meghirdették ezt az akciót elégedetlenségük kifejezésére. 1265 forintos a tükénél az alapórabér, ez megalázóan alacsony, és akkor ez mellett akkor negatív kritikával illette a munkáltató a dolgozókat. Ugye ez kritikán aluli volt, és tulajdonképpen ezzel átlépett egy olyan határvonalat, ami mellett már nem mehetünk el szó nélkül. És akkor a véleménynyilvánításnak ezt a formáját választották az autóbuszvezetők. De nem csak őket sértette meg a tükebusz vezérigazgatója egy interjúban. Nem tetszett senkinek, mert ugye itt az autóbuszvezetőket is, és az ellenőröket is minősítette. Ugye akik így a forgalomban találkozunk az utazóközönséggel. Úgyhogy mindenki megdöbbent rajta, és persze mindenki jelezte, hogy valahogy fejezzük ki a nem tetszésünket. Bunkónak és primitívnek nevezte az autóbuszvezetőket, valamint a jegyellenőröket, Bánkuti István, abban az interjúban, amit a pécsi egyetemisták lapjának adott. Kérdés, hogy a történtek után maradhat-e a pozíciójában. Erről a végső szót a tulajdonos, vagyis a pécsi önkormányzat mondhatja ki. Sajtóinformációk szerint Bánkuti István felajánlotta lemondását, ezért kerestük a városházát is. Ott azonban azt mondták, egyelőre még nincs senki, aki nyilatkozhatna az ügyben. Úgy tudjuk, vizsgálják a vezérigazgató megnyilvánulásait a városházán. Bánkuti közben elismerte a sajtóban, hogy ezeket a kifejezéseket használta, amiért most elnézést kért. De egyelőre marad a bérfeszültség a tükebusznál. Beesik most közel 1,5 milliárd forint a repülőtér értékesítéséből befolyt összegből, amit szintén lehetne akár a bérrendezésre is fordítani, hogy a városban megfelelő közlekedést lehessen biztosítani. De ott van az a 600 milliós keret is, amit a decemberi közgyűlés szavazott meg polgármesteri keretnek. Ezekből lehetne rendezni a buszvezetők bérét, ami az alapprobléma, mondja a polgári oldal frakcióvezetője. Nem, hogy ezt nem tudja kezelni a Bánkuti igazgató úr, hanem láthatóan a megfelelő szavakat sem találja ahhoz, hogy szót értsen a kollégáival. Nem fordulhat elő az, hogy ilyen lebecsmérlő szavakkal illesse bárki az alkalmazottakat. Az pedig nyilván vérlázító, hogy az ő fizetését a duplájára emelik. Ami havi 1 millió, miközben a buszvezetők alapórabérek csak 1265 forint, mondja a frakcióvezető. Kövér János szerint egy rossz pályázaton egy rossz vezetőt választott ki a baloldali városvezetés a tükebusz élére. Szerinte másik munkát kellene keresnie Bánkuti Istvánnak. A jövőben kiemelt szerepet kaphat a szántóföldek öntözésében a Balaton. A nyári aszály már évek óta komoly károkat okoz a mezőgazdászoknak. Erre nyújtana megoldást az a javaslat, melyet a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara dolgozott ki. A szemekkel nincs semmi probléma, mert föltelt a kukorica, fölrakódott. Ez mondjuk ez a fölrakódás hiány, itt a csutorka végén, ez már az aszálynak a érzékelése. Tehát az bizony... A perzselő napsütés nyomait mutatta ez a gazdálkodó még tavaly az aratásnál. Akkor azt mondta, 2016-ban volt utoljára elég eső a földeken, azóta viszont aszályos időszakok lehetetlenítik el a szántóföldi növénytermesztést. Ma már nem ritka, hogy hiába a jó talajkondicionálás, az elvetett termény mintegy 60%-a odavész a hőmérséklet ingadozás miatt.
A gazdák pedig abban bíznak, hogy a felvásárlási árak talán majd kompenzálják a felmerülő kiadásokat. Nagy potenciál rendelkező vetőmagvak nem olcsók, akár hazai, akár import, ezt meg kell fizetni. Gondoljunk arra, hogy a gépi munkák, szerviz, üzemanyag, maguk a technikáknak az ára. A kívülállók talán kevésbé tudják, hogy itt nagyon modern eszközökről van szó, és lépten nyomon találkozunk a precíziós gazdálkodással. Tehát ez az élő munkának a költsége. Akkor nem beszélve arról, hogy ami most ugye szóbeszéd tárgya, a kémiai anyagoknál az árrobbanás. Tehát ha én ezeket, vagy például a betakarítógépek, a tárolás költségei. Tehát nagyon komoly költséggel dolgozik a mezőgazdaság, ez intenzív gazdálkodás. Most, hogyha ilyenkor beköszönt egy aszály, akkor nem csak mennyiségi, tehát tonnában, mázsában mérhető károkat okoz, hanem nagyon komoly minőségi pusztítást is végez. Jelenleg mindössze csupán 100 000 hektár termőföldet öntöznek a gazdálkodók, a szakemberek szerint viszont ennek a többszörösére felelős vízgazdálkodásra és innovatív megoldásokra volna szükség ahhoz, hogy a magyar agrárium ténylegesen biztosítani tudja hazánk önellátását. Felismerve a klímaváltozás okozta problémákat, a Magyar Gazdagörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara most egy olyan javaslatot dolgozott ki közösen, amely a Balatont is jelentősen bevonná a hazai öntözésbe. Több térségben már sikerült a felszíni vizek megfogásával komoly előrelépést tenni, és úgy gondolom, hogy itt Somogy megyében is, mielőttünk nekünk van egy víziunk, de majd ezt a Somogy megyei emberek megmondják, hogy jó-e, mi azt mondjuk, hogy a Balatonnak az ivóvíz minőségű vizét nem biztos, hogy a Dunában kell elengedni, hanem mi úgy gondoljuk, hogy ezzel a kiváló minőségű vízzel lehet, hogy egy nagyon komoly zöldségtermesztési programot lehet megvalósítani itt ebben a térségben. Vannak rá elképzelések. A vízügyi szakemberekkel megújított koncepció már januárban a döntéshozók asztalára kerülhet megvitatásra. A pécsi edzőhöz fordultak petíciójukkal a pécsi Móri Zsigmond tér egyik társasházának tulajdonosai. A közelükben kialakított kutyafuttatót nehezményezik. Azt mondják, gyakran okoz összetűzést, hogy az ugatásukkal megzavarják a házban élőket az ebek. Többször alakult ki konfliktus egy-egy kutyatartóval ezért. Azt szeretnék, ha messzebb vinné az önkormányzat a négylábúaknak kialakított területet, különben bírósághoz fordulnak. Ez az a kutyafuttató, ami ellen tiltakoznak a közeli társasház lakói a pécsi Móri Zsigmond téren. Szerintük túl közel alakították ki a lakóhelyükhöz, ami zavarja az itt élőket. Ez már a pécsi városház előtti tér. Két lakástulajdonos és a terület fideszes önkormányzati képviselője jött petícióval a jegyzőhöz a kutyafuttató miatt. Nem magát a kutyafuttató létesítését ellenzik, elismerik, hogy ez egy valós szükséglet, ugyanakkor azt szeretnék, hogyha mindez úgy létesülne és úgy működne, hogy az ő mindennapjaikat, az ő jó közérzetüket, az ő korábban megszokott életüket nem borítaná fel és nem zavarná. Na azt gondolom, hogy ez egy jogos igény. Ennek tükrében szólaltam föl múlt decemberben a közgyűlésben, és ahol lényegében polgármester úr egy semmit mondó választ adott. Ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek a lakók. A 38 lakástulajdonosnak a többsége aláírta a petíciót, hogy helyezzék messzebb a lakóházuktól a létesítményt. Ha ezt nem teszi meg az önkormányzat, akkor más fórumon viszik tovább az ügyet, mondja a képviselő. Ha az önkormányzat továbbra is elzárkózik attól, hogy a lakók kérését figyelembe vegye, akkor felmerül annak a lehetősége, hogy a lakók egy perközösséget alakítanak, és kártérítést követelnek az ingatlanok értékcsökkenése, illetve az őket érő egyéb károk miatt az önkormányzattól, valamint birtokvédelmi eljárást is kezdeményezhetnek. Ezután a tulajdonosok és a képviselő a jegyző irodájába mentek, hogy átadják a petíciójukat. Információink szerint Pécs jegyzője azt mondta a megbeszélés után, hogy jogos a kérés, de kér egy hónapot az önkormányzat az ügy kivizsgálására. Mint ismert, 2020. októberében, novemberében a lakók megkérdezése nélkül alakította ki a kutyafuttatót a terület DK-s képviselője 300 000 forintból.
Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Közel 120 főnek biztosítanak állást, megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató üzemmel gazdagodott Bonyhád. Élelmiszerárstopp, február elejétől csökkennek az alapélelmiszerárak. Mészői ünnep, 100 éve született a szekszárdi íróköltő. 10 év, 10 óra, az etióp expedíció alatt meghalt túrázókra emlékeztek Bonyhádon. Szerdára teljesen legyengül és délire fordul a légmozgás. Az ország túlnyomó részén derült, illetve változó erősségű fátyol felhőzeten átszűrt napsütéses idő valószínű. Éjjel eleinte többnyire csillagfényes, nyugodt idő várható, majd észak-észak-nyugat felől felhősödés kezdődik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!